12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és D. Köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Star Trek Discovery harmadik évadának a hatodik epizódjáról beszélgetünk ma. Állandó műsorvezető társaim már itt vannak a fedélzetem. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Attila volt az első bemutatkozó, utána pedig Dévet alhattátok megszólalni, én pedig Csaba vagyok. Na mit gondoltok, hány darab Star Trek dokumentumfilmet hoztolt már William Shatner egész életében? Hát ezt én magam sem tudnám megmondani hirtelen, hogyha valaki így gyorsan megkérdezné tőlem, pedig én nagy részét ezeknek láttam. De most már nem is kell számolgatni, mert jön egy kiadvány, vagy lehet, hogy már meg is jelent, egy Blu-ray lemez, illetve egy Blu-ray lemez gyűjtemény, hiszen több lemezből áll amin össze vannak gyűjtve szépen ezek a dokumentumfilmek. Szerintem ez jó ötlet, mert hát mindig keresgéljük őket, hogy hol lehet megnézni Föntven a Netflixen, melyik szolgáltatón lehet megtekinteni, bár nyilván nem sokan Blu-rayeznek, meg ilyen lemezeket már nem vásárolnak meg, de hát az ilyen őrültek, mint én, akik szeretik a gyűjteményüket mindig bővíteni, még 2020-ban is, azoknak ez talán minden pénzt megér. Szerintem is Toki ötlet, főleg, hogy sokan nem látták ezeket, hát így, így összefoglalom, most a Captains az nekem tök réginek tűnik, és nem is tudom, talán még egy német csatornán láttam is, talán ott a sci fi on ö, ment ez, és talán még valami szinkronja is volt. Aztán, hogy ez a Chaos a the ez meg teljesen eltűnt, mert például a Netflixen is fönt volt. Én emlékszem, ö, Csaba, aztán még ezt meg is néztük, és beszéltünk róla már itt az Impulzus Podcastben, ugye ez a az új nemzedéknek a keletkezés történetét járja körül, ugye ott a Shatner elmegy a, a DC Fontanától kezdve, főleg például ott az ügyvédeknek a keresztbe húzásait, meg a, hát a körülményes hátteret mutatja be. Ezt a, Get -a life például sose láttam. Viszont azért én itt beletennék egy, hát nem is tudom, én egy ötödik vagy hatodik lemezt is beletennék, ez pedig hát a The Truth is in the Stars, vagyis az igazság a csillagokban van, így nyers fordítással, amiben, amiben ugye, hát még ezt is beszéltük szerintem pont az Impulzus Podcastben, ez egy 2017-es doko, a Shatner egészen a, tehát akkor még ugye élő Stephen jutott el, és elmegy Hawkinghoz, de olyan alázattal és felkészüléssel közelíti meg ezt a hatalmas tudóst, hogy több más elméleti fizikust is megkeres, meg híres embereket. Tehát a Michio kaku kezdve a Seth MacFarlane is szerepel ebben, Chris Hetfield űrhajós, tehát így a Shatner merít abból, hogy kiket hogyan inspirált akár a Star Trek, meg ez egész science fiction kultúra, és így tényleg az a, az a párbeszéd, amit folytatott a Hawking, az egy szinte írai. Tehát én, én azt mondom, teljesen más színben látja a, a shatner is, aki esetleg valamilyen averzió le lenne, az, például, hogy az idősödő William Shatner már teljesen más, mint a, a annak idején, és hogy mindenféle tehát őnek is vannak ilyen, hát kicsit a személyisége azért ö, már túl van azon a vonalon, de ő már megteheti, hát gondoljátok, gondoljátok meg, hogy, hogy gyakorlatilag jövőre ő már 90 éves lesz. Tehát azért benne van a korban körkapitány, és az, hogy még ennyire aktív, ugye itt 80-valány évesen csinálja ezeket a dokukat, és elzarándokol, más emberek ez körbejárja a Star Trek lényegét. Nekem borzasztóan tetszik, nekem nagyon sokat hozzátett a, a, a alkotott véleményemhez pozitívan, szóval én ajánlom, hogyha ez valamikor beszerezhető lesz, akkor úgy mindenkinek. Jó, hogy ilyen gyűjtemények megjelennek. Na hát még egy hírünk van, méghozzá az, hogy Enson Mount egy szervezethez csatlakozik, méghozzá a Metihez, ez olyan Tudósoknak a csoportosulása, akik aktívan dolgoznak is a kapcsolatfelvételen, tehát üzeneteket is küldenek odakintre. Nem tudom, hogy az Enstone Mount itt konkrétan mit fog csinálni, talán a Board of Directors-ban lesz ő jelen, illetve oda fog csatlakozni, ami szintén nem tudom, hogy mit jelent de valami vezető vagy valami kommunikációs szerepnek tűnik ez nekem az övé. De jó, hogy ilyen van, tehát ezek az arcok, mint a William Shatner meg az Anson Mount, igenis tudnak ilyen jó ügyeket, ilyen tudományos terepeken is képviselni, amiknek jó, hogyha van egy kis nyilvánossága ezeken az ismertebb arcokon keresztül. Abszolút, mert tulajdonképpen, ha kicsit belásunk így, a Star Trek színészek, vagy Hollywoodi, vagy akár azt mondom, nyugat-európai, vagy ausztrál színészek, mindegyik valamilyen ilyen fontos, vagy jótékonysági, vagy tudományos kezdeményezéshez, vagy akár azt mondom, ilyen nagy állatbarát egyesületek, állatmentő egyesületeknek, biztos, hogy valamilyen szponzora, vagy nyilvános arca, vagy akár mondjuk az ensz a világélelmezési programjának is vannak olyan vonatkozásai, hogy ismert színészek úgymond a nevüket adják, meg tényleg aktívan segítkeznek önkéntes munkával, tehát én azt mondom, a Mount kezdeményezése, hogy minden tiszteletem az övé, hogy tényleg ilyesmire is van ideje és energiája és érdeklődése, hogy igen, hogy tényleg az, ha megnézzük, egy színész mindig kitalált karaktereket játszik, egy elképzelt valóságot, és most a valóságba próbál most így visszahatni, segíteni az embereknek a fejlődését, vagy akár a tudomány, vagy akár ez a, hogyha ez a METI program is elvileg ilyen Hasonlít a SETI-hez, hogy akkor na lássuk, hogy tényleg egyedül vagyunk, vagy vannak mások is, és hogy megtaláljuk-e őket. És ha METI, akkor ugye már SETI, ugye a Search for Extraterrestrial Intelligence, valamint a SETI at Home Project, amivel ugye hát rádió adatokat dolgozhatnak fel, otthoni felhasználók a számítógépükön hatalmas adatokat, ugye a beérkező adatokat próbáljuk értelmezni és valamilyen értelmes jelforrásra várunk. Még ugye a METI az ugye messaging, tehát ott ugye küldés is van. Egyébként hát a SETI-ről ne feledjük el, hogy ugye a Planetary society is, ami egy szintén egy non-profit és nem kormány szervezet, ugye amit még annak idén Carl Sagan alapított, és hát azért olyan emberek vannak az igazgató tanácsban, mint Neil deGrasse Tyson, vagy Steven Spielberg, Elon Musk, Buzz Aldrin, Ray Bradbury, Robert Picardo, ugye a holodoki, aki ugye szintén egy lelkes, hát mondhatnánk így, egy profi amatőr csillagász, olyan módon, hogy népszerűsíti akár a Planetary Society-nek a tevékenységét, amivel gyakorlatilag a nagy közönséget hát bátorítja az űrkutatásba, teszi érdekfeszítővé, vagy érdekelti abban, és ugye ez nem a NASA, ami ugye egy, egy állami ö, szervezet, aminek van ugye háttértámogatás, ugye államilag is USA kongresszusi költségvetésből gazdálkodik, ugye ez a Planetary Society, a SETI meg a METI is gyakorlatilag non-profit, tehát igazából projektek segítségével, támogatásokból él és tanácsadást folytat. Hasonló projekt például a 100 Year Starship vagy SpaceShip, azt hiszem az, ami azt tűzze ki a célul, hogy Ebben az évszázadban, tehát tegyük meg azokat a, hát legalábbis ilyen elméleti szinten azokat az erőfeszítéseket, hogy milyen reális módja lehetne annak, hogy ebben az évszázadban az emberiség, tehát élő ember elhagyja a naprendszert. Hát ahogy most tolódnak az amerikai projektek, lásd ugye a, a következő holdra szállás, vagy akár a, a onnan továbbjutás, netán a Marsra eljutás évekkel, évtizedekkel nem is beszélve csak a James Webb űrteleszkóp felbocsájtásáról. Hát azért ez az, ebben a században eljutni a naprendszeren túlra, hát azért ezek elég nagy. De már elég az, ha mondjuk földsoroló kisbolygókat keresünk, vagy a felderítésüket nek a technológiáját szorgalmazzuk, és ugye ez mint közösségkezeményezés, a SETI at home gondoljatok, a te saját számítógéped elemezte ezeket a nagy mennyiségű adatokat, az rendkívül izgalmas ilyenbe benne lenni. Enszom Mantról meg, meg, tehát nagyon jó pofa, hogy ebben benne van, és nyilván nem véletlenül választnak olyan embert, aki nem sokára, hát reméljük, hogy minél hamarabb, ugye pálykapitányként ugye teljesen új, ismeretlen életformákat fog majd felderíteni az Enterprise csillaghajón. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. felpimpelték a Discovery-t a 32. században. Azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen volt, tehát valamiféle megújulásnak technikailag jönnie kellett, hogy, hogy részt tudjon venni ezekben a küldetésekben, amiket itt a Vance Admirális kioszt itt az egyes kapitányoknak. Ugye ő egyfajta ilyen tűzoltás jelleggel a legégetőbb problémákra ráállítja a legjobb parancsnokait, és a Discovery gyors reagálású egységként lesz majd bevetve itt a közeli kríziseknél. Mm. Tök jó egyébként, ahogy a legénység felfedezi a kezelőfelületet, illetve az új jelvényeket, Linus természetesen tökéletlenkedik, és ez azért ö, egy jobb fajta töketlenkedés, mint a második évadban, amikor letűszent valakit a turbóliftben. Ilyen téren is fejlődik a Discovery, és én ennek örülök. A Discovery ugye én még mindig úgy érzem, ez csak ilyen megérzés, hogy még mindig a Star Trek franchise-nak a zászlós hajója. Van egy Star Trek pikárdunk is, ami talán több emberhez szól a főszereplő személyéből kifolyólag, de nekem tényleg az a benyomásom, hogy a Discovery a, a Star Trek sorozat, ami utat tör a franchise-nak, és jó látni, hogy látványosan fejlődik. Ebben a poénban például látványosan fejlődött, Hát az a tüsszentés szerintem tudjátok, hogy nekem egy nehezen átugorható bökkenő, de itt viszont aranyos a Linus, és jobbak ezek a jelenetek mindig, hogy amikor megjelenik valahol, az szerintem én azon tudtam nevetni, és elegánsabb poén, jobb, nem annyira lók ki a Discovery-nek az egészéből. Hát itt van a börnem kérdés, szarú utasításának nyíltan ellenszegül a Burnham. Itt nem csak a börnemben van a hiba, hiszen a Burnham az Burnham, tőle nem is vártunk mást, hogy megszegi a parancsot, és teljesen mást fog csinálni, mint a központi utasítás. Ugye egy szarúban van egy kis bizonytalanság, és szerintem oda lehetett volna állni az admirális elé, hogy igen, van egy ilyen mellékszál is, esetleg nem lehetne, hogy azt is megvizsgáljuk, vagy oda is elmegyünk, vagy valamilyen erőforrásokat ráállítunk, és lehet, hogy jobb lett volna ennek az egésznek a kimenetele. Az mondjuk biztos, hogy akkor nem lett volna ilyen izgalmas a történet, és nem jutottunk volna el a végére oda, ahova el kell jutni. Ugye ez most azt mondom, hogy nem csak a Burnaman múlt kivételes esetben, hanem a szaru karakterén is. Nem baj, ha látunk egy olyat, hogy a szarú is néha nem a százszázalékos döntést hozza. Én nem mondom azt, tehát odáig nem merészkednék, hogy hibázik a szarú. Ilyen helyzetben ő sem tudja mindig a, a legjobb döntéseket meghozni szerintem. Tehát elég béna ez, hogy odaáll az admirális elés. Hát igen, lelépett az első tisztem, sorry, de nincs semmi baj, mert uh, mi első tiszt nélkül is simán megcsináljuk a küldetést, ez, ez azért így elég béne volt. Hát abba igazat adok neked, hogy azért odaállhatott volna a, az admirális elé, hát hiszen miről is van szó, hát Burnham továbbra is így próbálja a Burnről minden adatot összeszedni, és úgy néz ki, hogy most így meg lehetne találni a bőrnek a kiindulási pontját, hogy lehet, hogy valahonnan ez kiindult ez a láncreakció, vagy nem tudom mi. Egyelőre még tartom azt a véleményemet, hogy itt nem egy természeti jelenségről van szó, hanem hogy itt bizonyám ezt valaki ezt elkezdték, és emiatt pusztult el rengeteg csillagfott a hajó, és a dilitium kristályok ezért robbantak fel, tehát én még továbbra is a, nem a természetes jelenségbe hiszek. Refit, vagy inkább Refit, ha szépen ejtem, ezen eset át a Discovery, Retrofit, így is szokták mondani, és ha picit után nézzünk, ugye azt jelenti, hogy Különösen a retro fitting, most nagyon csúnyán állít, tudom, ez azt jelenti, hogy new equipment, tehát új eszközök kerülnek egy régi rendszerre. Nagyon izgalmas dolgok kerültek a, a Discovery-re. Ez az integráltó programozható anyag, ugye hát beleintegrálódott a Discovery-be, és ez külön bűvészet lehetett, hogy ezt meg tudták a régi rendszerre oldani. De hát ez olyan, mint amikor egy régi hardware, mondjuk számítógépre új oprendszer telepítesz, bár az kicsit többről van itt szó. Nagyon tetszett, hogy a legénység ugye rácsodálkozik, ugye ott a, a hídon például, amikor az új konzolokat ö, tapasztalják ki, nagyon tetszett, ugye Ovosekun. Hát kicsit Linusnak, vagy Linuxnak ez az esetlensége, én még mindig azt gyanítom mögötte, hogy egyrészt, ha csak ez így önmagában van, akkor az egy nagyon ilyen orvilles, ott tökéletesen elmenne, amúgy nekem ez egy ilyen setes úta kicsit kétbalkezes, tehát nem, ide, vir, nem illik a Discovery-be így ez a, ez, a, ez a poénkodás, ha csak nem, tényleg a giorgio ő összejött, vagy olyan szinten, hogy neki dolgozik, és időnként meg megjelenik bizonyos helyszíneken, hogy kémkedjen neki, de ez kicsit uh, ilyen, ilyen, nagyon sötét rajongói teória. Jó, Ponteo. Még ezt, ezen nem is gondolkodtam, de Szerintem Simán. halvány, de, 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 de lehetne, nem tudjuk. Hát mi volt ott, hát ő ott tetszett neki, hogy milyen tartományban történik az ő vizuális észlelése, úgyhogy mondasz valamit ezzel. És akkor még az osztalócról nem is beszéljünk, hogy ő neki a vizuális észlése milyen tartományú lehet. Ő neki most egyébként egy, egy női kiadását is láttuk, és a Ráma kapitány, aki ugyanaz a színésznő alakította, ki, az osztalócot az első vagy a másik évadban alakította a Discovery-n. Tehát megint egy színésznő, aki most egész lehetően ugyanabban a fajnak a bőrébe bújt, csak egy másik karakter, érdekes megoldás, meg lesz még egy színész meglepetésünk majd az epizód során lecsatolható gondolák. Na most itt nem nyitok meg egy hatalmas gondolatmenetet, bár ha akartok reagálni, hogy ugye nem is tudom, mivel indokolják, hogy miért jobbak, ha a Discovery gondolai lecsatolhatók lesznek, egyáltalán mekkora átépítés szükséges menő. ahhoz. Menőbb lesz, nem? Én ezzel indokolnám. <laughs> Na az igazán menő ezt szerintem Bukker ha tehát most, amikor csinálta a későbbiekben, hogy ezt a transformerszerű széte szétesést, szét, ugye tudjátok, a, Melyik is volt ugye, amikor a Holodoki visszajött az alfa Quadrant B és a Prometheus volt ez a három részre, tehát a multivektoros támadó modú hajó? Hát ha már akkor elkezdődött, hogy egy hajó ö, szétesik, egyébként az Enterprise D is legalább két részre ö, tudott ö, legalább egyszer szétmenni menni és összekapcsolódni. Is akkor a Pikárra ennek van a Rikert, hogy akkor és micsoda egy darabba adtam oda a hajót, egy darabba kérem vissza. Igen, és legalább háromszor megvolt ez a csatolás a filmekben. Egyszer a Borg esetében, egyszer amikor Jordi a, ugye a fegyverek ja, a tányér részleg önállóan ment vissza. Tehát igen. az emberekkel. Logikus, mert sok ember van, civilis az Enterprise-on, az egy tökő ötlet. Majd itt meglátjuk, mennyire használják. Új jelvényekről még röviden, ugye egyszer, mind jelvény, kommunikátor, a holopedeket, ezeket a kis ilyen augmented reality, amikor kijön a melkasából az illetőnek egy ilyen menü. Uh, egyébként ott a Tilly később a gépházban egy egész menüsort varázsol oda, és azt hiszem a Reese vagy a Bryce, vagy nem is tudom, csak néz, hogy újristen, ezt hogy is kell kezdeni. Tudjátok, amikor valaki nem tudom, Windows 95 után a Windows 10 vagy a csempéket oda teszed elég, hogy majd ezt nyomd meg és ebbe az almenübe menjél. Ja, értem, és akkor ezt ilyen 5 perces gyors el kell sajátítani. És ott van a személyes Transponter is. Bele van építve, de ez már nem is upgrade, hanem gyakorlatilag egy olyan technológia van miniatűrizálva. Egyébként a jelvényeknél, ott ha megnézi valaki a redélő motort, a jelvényeknek a karakterisztikája ki van fejtve, ott meg van mutatva, hogy az admirálistól egészen a ugye, Vice Admiral, Commodore, Fleet Captain, parancsnok, hadnagy és a többi. Tehát a nagyon magas rangok ilyen, ilyen borostyán színűek, a simarangok azok inkább ilyen kék színűek, talán vagy ilyen aranyszínűek az oldalán nagyon pici, maga a jelvény oldalán van ilyen pici rangjelzés, pöttyi, üres, sötét, vagy teli, és az mutatja, hogy valaki mondjuk parancsnok helyettes, vagy netán csak krúmen. És hát ugye még ott el is magyarázta a Ready csak azért érdemes a belenézni, mert a Mario Moreira a propmester nagyon jól elmondta, hogy itt gyakorlatilag hogy működnek a jelvények. Nem csak kamuzás van, kérem szépen hanem gyakorlatilag van egy gesztus, gesztus van talán ma is gesztusvezér is van a hát telefonokon is. Azt mondja, hogy ha azt hiszem fölfelé kell, akkor ez a holó, tehát ha a jelvényedet fölfelé, hát simítod meg, akkor ez a holó, menü jön elő, azt hiszem, talán ha lefelé, akkor jön a tricorder, egy egyszeres ilyen tapizás, azzal jön a transporter és GPS-t írsz be, és azt hiszem dupla tapizása talán ott egy memorizált kornára azonnali ugrás a személyes transzporterre, és valószínűleg a Linus <laughs> ugye ezt rontotta el, és nem jól programozta be. Igen, és hát megismerkedünk a Discovery Remszi boltonjával, ugye itt van a méltán híres Oszira unokaöccse, akit még szerintem fogunk látni, mármint magát Oszirát, ha ennyiszer emlegetik, de az ő unokaöccse Tolor, akit a helyi szemét telepen, vagy roncs telepen, mert hogy itt uh, csillaghajókat szednek szét, és tulajdonképpen a alkatrészeket szortírozzák, értékesítik, meg még ki tudja, hogy mit csinálnak vele. Na, ő itt a kakas a és nagyon hasonló a tekintete, mint az említett úri embernek a trónok harcából, és hasonlóan kegyetlen dolgokra is képes, uh, abból kiindulva, hogy mit művelt itt a, az egyik, uh, hát, Bégyori adóssal, Ugye, aki nekifutott a kerítésnek, lájnak hívták, és, és itt a bukernek is segítkezett vinni valami csöveket a roncstelepen keresztül. Ez egy érdekes helyszín, itt már megint egy ilyen ipari telep látható, és el is gondolkodtam, hogy a Discovery az milyen változatosan és milyen jól használja fel ezeket a lepukkant ilyen ipari létesítményeket, komplexumokat, illetve jól rá tudnak játszani a CGI-jal ennek a a hangulatának, az egésznek a fokozására, és hát a tolor az emberére akad a Georgiuban, hiszen ő felismeri, hogy ha egy ilyen kis királlyal kell szembenéznie, aki hatalmaskodik, és hát tulajdonképpen ilyen nagyon kicsinyesen őrzi az ő hatalmát valahol, akkor ugye jön a George és megmutatja, hogy ő bizony még nagyobb gonosztevő. Hát abszolút, hát azért lássuk be, azért Giorgio teljesen más ligába látszik, játszik, mint mondjuk egy ilyen, azt mondom, egy ilyen szemétdombon kis király. Adva van minden, hogy tényleg egy ilyen lepunkant helyet láthassunk, ahon tényleg próbálnak így újra hasznosítani a... Mondjuk engem egy dolog zavart benne, hogy tényleg itt a szétszedendő csillaghajók között csak a tényleg itt a Discovery-ből ismerős hajókat láttunk. Például a Rénónak az egyik Réóhajójának hajójának, a Hiavatának egy testvérét láttuk ott lebegni ott fent a ö, légkörben. Ezt mondjuk nem értem, mert legalább egy galaxit vagy egy szoverányt azért, vagy egy celestialt azért láthattunk volna. Valami szóval csata lehetett és egyébként, hogy minden hajó itt van, vagy nem tudom, valami flotta gyülekkező. Meg ott, ott az űrbe is az a rengeteg hajó, hogy lehet, hogy egy ilyen fontos hajóépítő lehetett a jövőben. Én mondjuk arra is tudok gondolni, hogy lent ment, volt a termelés, és akkor mindent ott felül felfele vittek, és akkor robban be minden, aminek nem kellett volna. Én mondjuk én úgy vélem, hogy itt megint már a harmadik alkalom, amikor így emlegetik itt ezt az Andorian Orioni kereskedelmi szövetséget, tehát úgy tűnik, hogy pillanatnyilag ez az egyik legerősebb ilyen hatalom, nem tud, nem mondanék birodalmat, mert ez valami kereskedelmi szervezet, de gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy önálló nagyhatalom, amivel egyelőre sajnos ez a úgymond meggyengült federáció csillagfotta nem, nem bír, hogy egyszerűen túl sokáig voltak ilyen defenzív módban, hogy megpróbáljanak mindent megtartani, amit még, ami megmaradt, ők meg itt szabályosan, itt ez a száz év alatt szép lazán itt kiépítgették a szervezet, hogy itt is vannak, ott is vannak, amott is, tehát ilyen nagy probléma forrás, őket, ezt a szervezetet találtak ki a készítők, hogy ne csak mindig a klasszikusok, hogy most borgokkal akasztunk tengelyt, a romulánokkal, a kardasziaiakkal, vagy akár a klingonokkal, most egy ilyen új szervezetet hoztak, amiről még nem tudunk semmit, de egyelőre úgy néz ki, hogy ők a top rossz fiúk. Hát ez ugyanaz a szektor lehet, ahol annak idején hát a bőr nem földet ért, és Bukerrel találkozott itt egyszerűen, ők az urak. Tehát mondhatjuk, hogy itt, eh, ahogy a buker is elkezdett, eh, amellett, hogy dolgozik ennek a, eh, tehát ő is a effektívenek a smaragláncnak, tehát itt mindenki őket szolgálja ki valamilyen szinten, itt mondjuk ezeket az embereket rabságban tartják, úgy, úgy szóval ők, ők ledolgozzák az adósságukat. Emlékeztek, volt egy olyan Voyager epizód dupla rész, hogy Workforce, amikor a, a nagy munkaerőhiány volt szintén egy ilyen iparosodott bolygón és akkor ott a legénység hát memóriáját törölve beosztották őket minden, mindenféle munkakörbe és még, még jól is érezték magukat. Amúgy a csillag de itt, is itt volt viszont egy ilyen ez epizód. adós mint a, azt mondom, hogy a csillagok háborújában a huttoknál ott is van hardós, vagy... Abszolút csillagok vagy, vagy eltörik kezed lábad, vagy pedig elmensz egy ilyen üdülő helyre téglát pakolni, vagy bányászni. Igen, és ez nem üdülőhely, tehát ez nem az a típus, hogy te jól érzed magad, mert itt, itt ez a csíp is, ami be van építve, hogy ha akart, akartak téged föl is robbant, ez tényleg a, 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 a birodalomnak a emlékeztet, vagy mondjuk a koréliai hajógyár, egyébként pont a szólónak a, az a része jutott eszembe, ahol tudjátok, azért valamit látunk koréliából, távolban a gyárakat. Enge, mondanom se kell, biztos előre tudjátok, hogy engem lenyűgözött megint az a, kombináció, hogy valószínűleg egy meglévő régi ipari telepán itt ilyen külszíni fejtést, vagy nem is tudom, láttunk ilyen szájtószalókat, sőt, kőszenet, vagy fekete szenet láttunk, tehát mint valami telep Torontó környékén, de hát a levegőben meg ott voltak ezek a lebegő hajóron, csak ugye azokat is így mozgatták, feldolgozták, hogy ez a scavengers, Emlékeztek a Voyager, Star Trek Voyager Elite Force nevű játékra? Ott is ilyen scavengerek, ilyen űrroncsvadászok voltak ugye az ellenségek az Elite force meg ugye a Manro zászlósnak, akit alakítottunk. Ezek mindig izgalmas területeknek, mert ez a posztindustriális, tehát régen itt egy jól működő ipartelep lehetett, arra ráépült ugye egy ilyen Kizsákmányoló rendszer, ami ami tényleg abból él, hogy a munkaerőt úgy foglalkoztatja, hogy gyakorlatilag semmibe se kerül neki ezek a rendszerek mai világunkban is megvannak, tehát a nagyon olcsó munkaerők, vagy a kevésbé iparos ahol még az emberi munkaerő végzi el is, nem robotok. Egyébként megkérdezem, hogy nem lenne olcsóbb egyébként robotokat használni mindenütt. Jó, lehet, hogy itt ebben a lepusztult ö, szektorban nem, és még egyszer, itt már nincs föderáció, vagy ide nem ér alatt csillagfogta, sőt, megakadtak a tárgyalások, legalábbis a VENZ azt mondja a szarunak, hogy a smaraglánccal kapcsolatban. Hát a smaraglánc egy nagy problémát jelent. Tehát ahogy a múltkor én mondtam, hogy a Pikár kapitány ezt uh, kisújából uh, reggel és tézerői között lerázna ilyen problémát, itt, itt, nem. Itt ez egy nagy probléma. Hát ilyen szállítmányokat viszünk, ahogy bízzák meg ott ugye a briefingen a különböző kapitányokat, hogy ön most uh, két hónapig uh, elbúcsúzunk magától, mert addig uh, oda-vissza egy utat megtesz, hogy ilyen szállítson. Hát szarul meg ott azt mondja, hogy már elnézés, mi odaugorhatnánk oda és vissza, és rögtön ott uh, elviszük a készleteket, de hát ugye nem. Tehát ebbe a rendszerbe be kell illeszkedni, Iscovere-nek egyébként azért valami szemtelenség nem részéről, hogy a, a, a szarunak az erőfeszítéseit alása és tönkreteszi, és a nem már láttuk, hogy már az évadon belül is fejlődött oda, hogy igen, elvállalta, hogy első tiszt lesz. Oké, okay, megváltozott, egy év alatt sokat változott, a bukert, nek az elkötelezett valamilyen szinten tudjuk, hogy itt több dolog is összekapcsolja őket, de akkor is annyit kellett volna, hogy fejlődjön, hogy, hogy, akkor, hogy akkor ne vállalja el az első tisztséget annak idején, mert nem tud első se lenni. Mutkopino tök jó kapitány volt, amikor ott a Bárzánokhoz ment, és ő vezette a, a, hajót. Most meg gyakorlatilag ez nem. Ez így nem működik, és nem működhet, és jogos, ami ővel az epizód végén történik. És, és szerintem teljesen rendben lenne az, hogy ő fogja magát a bukkerrel, elmegy, és fejti tovább a bőrnek az eredetét, mert ő még tudományos tiszként sem, egyébként látjuk a következő részben, mert ezüst színű egyenruhában van, és ott van a tudományos laborban. De még akkor is bármikor megszöket a hajóról, és fogja magát, hogy ő neki most adódott egy ötlete. Alapvetően ez jön elő, de úgy látszik, hogy így építik ezt az ő karakterét, hogy, hogy ez továbbra is, mint alaptulajdonság megvan nála, és hát kezébe veszi a dolgokat, hát egyébként az, hogy miért is veszi a kezébe a dolgokat, mert jön egy hívás, egy hívást kapunk, és teljes képernyőn megjelenik, hát a, a legcukív része az egész Star Trek kánonnak, hogy Grudge teljes képernyőn, kinagyít volt a hídon, megjelenik, nem ő irányította a hajót, hanem őt ugye a buker hazaküldte, mert ugye a bukker egy ilyen hát egy ilyen automatikus üzemmódba kapcsolta a hajóját, mert ugye a börnem hát megbízásából, vagy a ő ösztönzésére ezeket a blackboxokat keresi, hogy ugye háromszögelik majd ugye a, a bőrnek az eredetét, vagy a forrását, és hát így indul bőrmennek ez az ötlete, de most nem ennek van prioritása. Egyébként Vens is később a végén mondja, hogy kisebb dolgunk is nagyobb annál, hogy, hogy oké, okay, persze a bőrnem eredete az, az izgalmas, vagy kéne tudnunk, de hát már 120 év eltelt, és már kialakult egy rendszer, egy azért de pedig működő rendszer. Azt is mondta volna a Admirális ezzel együtt, hogy hát azért felvethették volna ötletként azt, amit a Burnham akar, úgy megbeszélés szintjén, lehetett volna ennek alapja, és itt van a szarúnak ez a félelme, hogy tojáshéjakon lépked, hogy ő. Igen, admirális, megcsináljuk minden, amit ő mond, az az úgy legyen, és akkor legyen, és olyan módon legyen végrehajtva, mert ő igenis ide be akar illeszkedni, és egyébként tehát ezért mondtam, hogy nem hibázik a szarú, de itt van tulajdonképpen ennek az egésznek a méregfoga, hogy a szarú itt igenis be akar illeszkedni ebbe a jövőbe, a bőr nem megy a feje után, ez kibékíthetetlen ellentéteket szül, és konfliktusok lesznek ha szükséges, akkor tényleg ő mindig idomul a helyzethez, tehát én nem érzek benne mondjuk annyi kreatív, kezdeményező képességet, mint mondjuk azt mondom Burnhambe, vagy akár vagy... majd. Ő vagy nem körkö... egy tökös kapitány még, tehát ő nem egy pályk, nem, nem egy kör. Figyelj, ő, ő tulajdonképpen egy megbízható tiszt, vagy megbízható kapitány, aki ö, a betű szerint tartkozik. cselekszik. Hát azért mondom, ő, helye, ő megcsinálja a feladatot, de... Majdnem betű szerint, tehát tud ő is kreatív lenni, de nem az a fajta, aki na már pedig az asztalra csap, hogy már pedig admirális vagy valami, ez nem jó. Tehát nem, nem beszél vissza a hogyha nem tetszik neki valami. Pedig ez pedig érdemes lett volna egyébként. Én is azt mondom, hogy na jó, hát mondjuk eleve, hogy az kapitánynak nem képezték ki, tulajdonképpen ő belekerült a kapitányi székbe, és hozzáteszem tényleg nagyon jól, de megállta a helyét önálló küldetésekbe, csak ő nem az a, nincs meg benne, vagy nem látszik még az a szikra, ami mondjuk Pikárba, vagy Körkbe, vagy Archerbe, vagy akár még Lorkába is megvolt. Ez az, amit hiányolok belőle, hogy ha, hiá, ha van jó ötlete, lehet, hogy csak magába folytja. A, majd a végén is egyébként nekem, én a, a, a párbeszédekben ezt éreztem, amikor Börnhemmel is beszél, hogy ő beilleszkedni akar, javítani a rendszeren, de Ilyen merészugrásoktól vissza, visszariad, amikor... Na igen, hogy ö, ö, nem lehet... Ö, tojás rántottát csinálni, annék, hogy felne a tojást, ő meg valahogy úgy próbálna, hogy akkor a tojás hely is megmaradjon egészbe, és rántotta is legyen. Tehát, de a kettő akkor megfőzöd nem meg. a, megfőzöd a tojást. Egyébként a Tili nagyon jó, hogy pont a Tili, a szaru úgy megy a Tilihez, hogy azt remélj, hogy a Tili lebeszéli arról, hogy az egészet jelentse. Tehát a szaruban még benne vannak ezek a bizonytalanságok, de ugyanakkor az is benne van, hogy nagyon emlékezheti az egész a bőrnemnek a korábbi, ez a bizalmatlanság, ami. Tehát itt a bizalomról szól az egész, nem bőrnem, Nemnek a tudásáról, Tehát az jött vissza, hogy a Szaronak a bizalma megszűnt a Börnemben, amikor a Börnem a, a kettős csillag csatájánál leütötte, a, a, tehát a, átvette a, a, az uralmat, és saját szakalára cselekedett. Ugye akkor kezdődött a Börnem futás és még mindig tart, pedig a Börnem az első évad végén már azt mondta, hogy ez a csillagflotta, ezek vagyunk mi. Hát én ilyenesen azt mondom, hogy az. a szarú a csillagflotta. Így működik a csillagflotta, hogy igenis van egy admirális, van egy rendszer, abban működünk, van mozgásterünk, és nyilván minden kapitány jellemétől függ, hogy ezen a mozgástéren hogyan tud improvizálni. Ugye mindig ezt szoktuk takarni, hogy amikor valaki picit áthágja a direktívákat, de itt jelen pillanatban. Hát igen, a, a, ugye nem lehet. Cítő, az alkalmazkodni kell. Nem lehet mindenki körkapitány, meg nem lehet mindenki pikár kapitány. A körkapitány az azért körk, hogy a végén egy megszegett parancs legyen, de egy jó film. Picard az szintén, amikor hogy a fejéhez vágják a Drumhead című epizódban, hogy Hányszor is szekte meg az elsődleges irányelvet? Kilencszer, vagy valami brutális mennyiségű számszor. Hát így nem lehet működni, ugye nem állhat a csillagflotta csupa bőrnemekből, pikárdokból és körk kapitányokból, mert akkor nincs értelme tényleg a, a parancsnoki láncnak és a, az elveknek. Igen, meg körk, pikárd, akár Cisco, ők tulajdonképpen ők arra vannak kihegyezve a képességeik szintjén, hogy ők nekik a lehetetlen kell megcsinálni azért láthattuk, hogy azért voltak olyan húzásaik, hogy tényleg az embernek haja égnek áll, meg eszébe nem jutna, hogyha ezer évig több se. De viszont ott vannak ezek a megbízható kapitányok, deszotó, vagy akármelyiket mondhatjuk, akik, ők végzik úgymond a rendes munkát, úgymond. Felderítenek, kapcsolatfelvételek, ha kell, akkor ezt szállítunk, azt szállítunk, szállítunk ők elvigzik, a, ami azt mondom, a megbízhatóan az átlagos munkát. Ők meg viszont tényleg arra kellennek, amikor van egy valami nagy baj van, és mindenki, minden admirális csak kap a fejéhez, hogy mit csináljunk, mit csináljunk, ők meg előrukkolnak a megoldással, és nem várnak engedélyre, hanem tényleg megoldják a problémát. Ez a különbség, hogy de viszont tényleg ez ilyen szarú, hoz hasonló ilyen megbízható tisztekre szükség van, és én azt mondom, hogy ez, ez kell többségbe, és tényleg amikor nagyon nagy baj van, amikor nincsen úgymond azt mondom békeidő, amikor nincsen egy válság, akkor ők kellenek, ha viszont beüt egy ilyen válság, akkor igen, ott vannak ezek a úgymond kiemelt tisztek, tényleg nagyon jó legénységgel, tényleg extra hajókkal, akkor őket kell oda küldeni tűzoltó munkára. Hát most tulajdonképpen Szarut is tulajdonképpen arra, kellene, kül, arra lesz küldve, hogy igen, bárhol gond van, azért a művel, azt mondom percek alatt ott van a galaxis másik végében is, hiszen ha megnéztétek például azt a holografikus térképet, ott azért gyakorlatilag a delta kvadránstól kezdve minden ott van azért a Talaxot, vagy az alapítok. Igen, hát mindent gyakorlatilag az egész galaxis, tehát itt ez a föderáció Hatalmának a delején gyakorlatilag szerintem itt a galaxis mind minden négy kvadránsába voltak valahon bolygói. Ahogy így utána nézegettem, hogy jó, azt mondja, hogy 500 valamennyi világa volt, na de azért mondjuk egy fajt, mondjuk, vagy a vulkánt, vagy az Andort azt mondjuk egy, egynek veszi. A kolóniáit azt külön, tehát önkormányzattal lé, létező kolóniákat, azokat nem, nem, nem veszi be ebbe a létszámba. Tehát ki tudja hány ezer világ tartozott hozzá. Tehát ez egy ez, ezer évet emberi adja, nem tudunk felfogni. Maximum ilyen 20-30 év, meg 100 évet még megértünk, de itt egy hatalmas aparátus volt mögötte, a föderáció mögött, és tényleg nagyon gazdag volt, és most gyakorlatilag a szinte a tizedére, még, vagy századára le lett redukálva az egész. És ebből kell most újra építkezni, hogy tényleg a megbízható kapitányok próbálták úgymond megtartani, ami menthető, akik meg úgymond tényleg ezek a vagány kapitányok voltak, arra nem volt, úgymond nem volt szükség, mert nem, mert nem volt mire terjeszkedni, mert akkor csak hajók mennek veszendőbe, amit ők csinálnak. Mert nincs már öt éves nincs küldetés. Megszűntek a, a kihívások, éves... nem kellnek azok a, így van, ahogy mondod, hogy vagánkapitányok, mint Körk, nincsenek itt, 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 extrém itt, körülmények. Kellőrizni. Az átlagos, jól beilleszkedő flotta kapitányok kellenek, és ő belőlük lesznek az admirálisok. De hát én azt de mondanám, a hogy idejében nem Körk. Sem kellett olyan kapitány, mint Körk. Ha visszagondolsz a mozi filmre, akkor ott mindenki csúnyán nézett, amikor a Körk parancsot szegett. Tehát ez mindig igaz, hogy azért ne ugráljon, meg ne legyen extravagáns egy kapitány, tehát van azért mindig egy korlát, meg van azért mindig egy olyan határ, amit egy végső határ, ha úgy tetszik, amit nem jó szemmel néznek, hogyha átlépnek. Egyébként nagyon elfogadtuk azt, hogy ez a föderáció, amit most látunk, ez jó, és hogy a Vence Admirális az a javát akarja mindennek. Azért még itt két epizódot láttunk, amikor létezik ez a jövő, könnyen kiderülhet azért, hogy lesz itt drastic measures, meg lesz itt célszentesíti az eszközt, meg lesznek itt is olyan dolgok, amiknek nem fogunk örülni. Remélem egyébként nem fog ilyen fordulatot venni a történet, hogy a federáció korrupt és a Discovery-nek kell összeállnia, hogy egy új szemléletet hozzon. Annyit tennék hozzá, itt valószínű, itt ré, e, szerintem úgy igazad van benne, mert itt azért, ha megnézed a csillagfotó és a federáció is, gyakorlatilag megmenteni azt a maradékot, ami megmaradt. Tehát ők szorultak. Tehát próbáljuk vé, megvédeni valahogy, ami a miénk, de viszont nincs meg az a plusz, amit most remélhetőleg a Discovery meghoz, hogy úgymond időzeljelbe téve ellentámadásba lendüljön, hogy visszaszerezni mindazt, amit mondjuk elvesztettek, vagy megvédeni azokat a kolóniákat, amikről kénytelenek voltak, vagy világokat, amiket nem tudtak megvédeni akár ez a Orion, orioni-andórián szövetség ellen, tehát nem volt még meg az a plusz, tehát ők ilyen status quo-ra rendez, eh, rendezkedtek be, és nem pedig arra, hogy most akkor szépen terjeszkedünk, fel, felfedezünk, tehát egy óriási visszalépés történt itt, egy ilyen egyfajta megtartani minden de az, hogy most előre lépjünk, tovább fejleszünk amint van, az Száz éve azt lehet mondani, hogy kanyec. Minden marad a régibe, hogy csak a múlt emlékein rágódunk, hogy valamikor ilyen volt, de sajnos már nem vagyunk olyan helyzetben, hogy tényleg lezuhantunk a fellegekből le egészen a földre, sőt, még a, azt mondom a verembe. Ez még nem a verem szerintem, bár maga nem is azt mondja, hogy a föderáció már sem lesz a régi, és ezzel jól is mondja, mert nem a régi föderációt kell visszahozni. Tehát vagy valami új szövetséget építeni, egy új típusút. Tehát uh, itt, itt megújulás kell, nem pedig ugye restauráció. Uh, és nem ugye megszállottá vált az elmúlt egy év. Ugye őnek itt van az egy év ezt ugye elelfelejtjük, mert nincs teljesen elintéve. téve. De hogy hogyan minden akarja nap a, 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 a bőr nem ezt a megújulást csinálni? Úgy akarja, hogy most volt ezt, egy poetikája, hogy. Ő, ő azt én mondom, ezt nem a bőr nem mondja. Ő, a, ő a, minden nap a bőr okait kutatta. Tehát ő megszállottja vált, hogy, hogy találjuk meg, mert ő ugye nyilván ő a régi föderációt akarja azért, vagy a, úgymond, ha azt hiszi, hogyha megtalálja az okát, akkor azzal meg is javítja. De miért most megtudom, hogy miért robbant ki az első világháború, nem fogom eltörölni. Hát de lehet, hogy ez a helyzet, ami fennáll, ezen lehet segíteni azzal, hogy megtudjuk, hogy miért történt. De hát ki tudja. Egyébként jó ötlet ez hogy a különböző fekete dobozok különböző időben észlelték a bőrt, és akkor ez alapján függvénykapcsolattal, vagy be háromszögeléssel meg tudják határozni ennek az egésznek a forrását. De ugye a bőrnemnek van ez az ijesztő arszpoétikája, amit Georgeunak mond, hogy, olyan dolgot nem akarok megbánni, amit még nem tettem meg. Ez kicsit olyan nagyon gyökeres ellentétben van szerintem a, a föderációs elvekkel, tehát ez inkább ilyen George elvnek hangzik, mint egy jó föderációs tisznek, és én ezért kérdeztem tőled, Dév, hogy miért akarja ő, vagy milyen föderációt akar ő megmenteni, amikor ebben a föderációban, ami itt és most van, nem érzi jól magát, tehát nyilvánvalóan nem is találja a helyét, nem is akar ilyet, tehát ő mindig amit ő gondol, azt egyből megcsinálja, nincs felettes, vagy nem érdekli, hogy mit mond, az a legfontosabb, amit ő gondol. Egyébként ez a csapda helyzet ebben a történetben, hogy most tényleg az lehet, hogy ez a legfontosabb. Tehát tényleg lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy azt a fekete dobozt meg kéne keresni, de attól, hogy ö, egyszer így igaza van, nem biztos, hogy ez felmenti őt, vagy, vagy hogy így ö, megmagyarázható, az, hogy miért cselekszik így. Tényleg, Dév mondta, hogy jól tették, hogy lefokozták, ezen nem nagyon lehet máshogyan segíteni. A fenélzetet! Csaba! Buka. Csaba! Cs Csaba! csoba! hát nekem ez nagyon nagy perverzióm, amikor ilyen csillaghajókkal a ilyen légkörben bolygófelszín felett hajtunk végre akciókat, ez az Adama manőver óta, hogyha ilyen van, akkor én annak nagyon örülök. Úgyhogy itt is történt egy ilyen, és ez is a Battlestar Galaktikára emlékeztetett egy kicsit. Nagyon tetszenek az ilyen megoldások nekem, és jó helyen is volt a az akció ebben az epizódban, körülbelül a közepén, és akkor utána jöhettek ezek a mindenféle ilyen moralizálások, meg elbeszélgetések. Tényleg mindenről beszéltünk, de pont itt a, jön ki egyébként ezen a, a pilóta fülkében, ami van, az a nagy verekedés, hogy tulajdonképpen George-ot mi hogy itt látjuk, hogy itt ilyen régi víziók jönnek egy ilyen haláleset egyébként, ami mindig így bevillön az agyába. Tehát ugyanúgy mindet, mert azért őse, úgymond rezisztens ellenálló a rég, régmúlt emlékekre, hogy ő se dolgozott fel mindent, hiába mondjuk a teránok könnyen veszik a halált, vagy hú, az érzelemvilágok nem ugyanolyan, mint a milyen, hogy mást értenek hűségen, intrikán, vagy hazugságon, vagy mindjárt hogy teljesen más, de mégis azért lá, itt látjuk, hogy azért azt a komoly traumát, ami érte még mint császárnő, azt egyszerűen nagyon nehéz volt neki feldolgozni, és látjuk, mint egy PTSD, és ott, szervi, fizikai tüneteket is produkál. Kritikus pillanatban egyszerűen nem tud segítségére lenni Böhrenhemnek. Tehát most már így értjük, hogy miért, miért lesz olyan morózus, meg mogorva időnként, amikor úgy rákérdeznek. Lásd mondjuk az előző epizódnak az utolsó elnete és amikor ott áll, áll, azt mondjuk bámul ki fel a fejéből. Hát azt hittük azért, hogy na most minden terrán elpusztult, nincsen olyan univerzum, amiben terránok vannak, de itt valami, valami egész más, egy ilyen régi emlék bekattant nála, és ez egyszerűen megbénítja a kritikus helyzetben. Ez is mondjuk egy ilyen érdekes, hogy azért ebből láthatjuk, hogy azért ő se tökéletes. Hogy jó, hogy elrendelte akár bolygóknak a megsemmisítését, de egy személyes tragédia még ugyanúgy hat rá. Hát igen, a Terán birodalom az egy kegyetlen hely, de szerintem az ember az csak ember. Akárhogy is vesszük, van lelki ismerete, aki nem mondjuk ilyen született gonosznak van megírva karakterként, az elkerülhetetlen, hogy szembenéz a saját tetteivel, vagy a saját múltjával, a történelmével, és egy ilyen környezet, ami homlok egyenest más, mint a Terran Birodalom, a Discovery-nek a összetartó közössége, meg egyáltalán ez az egész föderáció, az lehet, hogy még triggereli is az ilyen belső folyamatokat, és ezt láthatjuk esetleg felszabadulni. Nem tudjuk egyéb, vagy én nem tudom, hogy kiről van szó, kire gondol itt biztosan tényleg valami közeli yeah, hozzátartozóra. So Közeli hozzátartozó, hogy vagy lehetett, lehetett saját gyermeke, és csak utána fogadt örökbe Börnhemet, vagy valami, mert itt látjuk, hogy valami maszk van az illetőn, és látszik, hogy vérbe van. Egy kés látunk mellette, de konkrétan itt nem látjuk, de biztos, hogy valami nagy lelki megrázkódtatás. Igen. Ez és tetszik, amikor így a a, a Terán Birodalomnak az egyik ilyen rendíthetetlennek hit tagja az. Láttunk ilyet az Enterprise-ban is, amikor ugye Archer, a jó Archer megjelenik a, a tükör a fejében egyfajta ilyen nyomasztó, nem is lelkiismeretként, de ott van a nyomja a tarkóját, hogy ez az Archer ez jobb, mint amilyen én vagyok. Ugye ott az adatbázisban elolvassák, hogy tulajdonképpen a másik univerzumban az Archer mit csinált, és egyfajta ilyen belső kivetülésként az az árcsár, akit mi megismertünk, nyomasztja a tükörárcsert. Ezt is egy nagyon jó megoldásként éltem meg még annak idején. És lehet, hogy itt is erről van szó. Az a Sun, akit Attila te mondasz, hogy fia, bár a felirat szerint abetővel volt írva, tehát inkább valami név lenne, de tényleg egy hozzátartozó netán kedvese volt ott a a, a, a Illetőleg hát egy nagyon perverz rajongói konteó, pontosabban egy német podcast, aki Hát igen, ők Kovicsra vezetik ezt vissza, és ezt az Archer, Tükör Jó Archer, hát itt, hogy Kovics ugye szakértője a Tükör tehát ugye szubatomi szinten be lehet azonosítani valakit, hogy elfajzott, úgymond a Tükör való. Na no már most, lehet, Kovics kavad bele a george a fejébe? Netán a evilági vagy Prime george az emlékeit tehát gyakorlatilag egy ilyen meghasolott cságot hozott létre benne. Netán átalakul most a, a Mirror Giorgio, a Mi és Netán a Tökúvmát látta a szarkofák hajófedélzetén a Kettős Csillag epizódjából. Legábbis ők visszavezetik, hogy ez nem is Mirror Univerzum egyenruha lenne, hanem esetleg a Tökúvma egyenruhája, és akkor azt a jelenetet látjuk, ugye azt a... a amikor ugye a bőrnem meg a Filippa Giorgio, az eredeti Filippa Giorgio átmennek oda. Elég messzire, megy, ugye nyilván, mint minden rajongói elmélet próbál kihozni valami nagyon meglepő fordulatot, de hát a, a ugye az a baja, hogy ő sosem számolt el magával, vagy sosem zárta le magában, hogy mi volt, és ebben az univerzumban kezd rájönni arra, hogy hogy főleg itt a bőrnemmel, hiszen azért egy elég fura ez a viszony, hiszen a, a bőrnem úgy tekint rá bizonyos értelemben, mint ugye az eredeti Filippo Csócsra, ő meg úgy tekint a bőrnemre, néha akár, mint a tükörönbeli bőrnemre, tehát akár a lányára. Tehát az a kettőjük viszonya, és félszavakból megértik egymást, lesz az, az akció, ami jól működik csak ezt a fajta george ezt a gyen, hogy egy, egy, ilyen gyengessége van, vagy ilyen meghasonlottsága, vagy a, a van, ami az ő múltjából fölmerül, ezt eddig nem, tehát ezt eddig nem ismertük, vagy nem tudjuk elképzelni egy tükörönöverzum beli, tehát gyakorlatilag egy, egy, egy szemtelen és, és minden hát számunkra moralitás nélkülöz. Szóval én, én örülnék, ha nem a Kovics mögött, hanem tényleg a george lenne valami talán jellemfejlődés vagy változás, bár ezek a pupillák, miért kell valakinek lásd a trill epizódban a bőrremnek az a tejfehér szeme, itt a, george a teljesen fekete, ez igazából ennélkül is érteném a viselkedéséből, hogy ő most ilyen stand ba van, és kihagy neki, és, és, valami nagyon nagy gáz van vele, tehát nem kéne rájátszani erre, tehát ezek ilyen, mindig ilyen képregényes dolgok, tehát mondom, hogy Linusnál van ez, de izgalmas akármi lesz a, a ez is egy misztikus szál lehet. És hát misztikus szál a gray nek a feltűnése, illetve a további jelenléte, amit most Stametsz is elismer, illetve elfogad. Hát ha valaki, akkor őnek értenie kell, hogy miről van szó, hiszen elvesztette a dr. Kábert, visszajött a halálból, és talán valami hasonló dolog történhet az Adirával is. Ez egy szép szál szerintem, és, és én egyre jobban ugye már mondtam szerintem, hogy a Dr. Kálbernek a karakterét azt megkedvelem, mióta úgy magához tért. Nagyon tetszik ez, a, ez az egész, ami itt az Adira, Stamet, Kálber körül forog. Nincs túl így játékidőben sem, illetve, illetve jelentőségben sem, de jól színesíti azt a nyomasztó történetszállat, ami közben történik a bőrnemékkel. Mi van akkor, hogyha annak idején a Deep Space Nine-ba Jazza is ugyanígy beszélgetett idézőjelbe tévek Körzondexel is, hogy, hogy ugyanúgy mondjuk valamit csinál, csak éppenséggel a az ő fejébe ki volt vetülve maga Körzon, és ugyanúgy valami tanácsokkal látta el, vagy éppen figyel, úgymond figyelte, hogy mit csinál, és akkor megjegyzéseket tett. Tulajdonképpen itt most a, ezt a trill szimbióta dolgot is most kicsit más szemszögből látjuk, mint eh, ahogy ismerjük mondjuk a Deep Space Nine-ból, hogy ott is kivesézték eléggé, de itt valami, most, valami pluszt látunk, hogy eh, talán ez a fajta egyesülés valami sokkal több rétegből áll, mint amire mondjuk úgy elképzeltük, vagy ahogy annak idején elképzelték 20 évvel ezelőtt. Ilyen, ilyen össznépi újragondolásnak vagyunk szemtanúi időnként. Nagyon tetszik ez, a, ez az elmélet a Jadziáról, Attila, eszembe sem jutott volna. Bár én hozzáteszem, hogy ugye az Attila, ő ember, és emberként fogadott be Trilt sikeresen, és lehet, hogy ez a mellékhatás. Tehát ilyen módon. Tehát egy ember számára így válik befogadhatóvá egy Trill, vagy a köztük lévő kapcsolat egyébként tényleg, ha belegondoltok, hogy ő egyesült a szimbiótával tállal, és rajta keresztül most a grének a, az egész belső világát, az érzését is befogadja, már pedig a Grey szerelmes volt belé. Tehát megtapasztalhatja akár azt is, amit iránta érzett a szerelmet. Tehát a köztük lévő kapcsolat az jóval több, mint, mint, mint egy románcnak a továbbfolytása, és tényleg méltó nagyságú ahhoz, amit ugye a Stametsz és Kálber átél. Tehát ők is valami teljesen egyedülálló módon találtak újra egymásra. Tehát az ő párosuk, tehát ennek a négy embernek, vagy, vagy már nem is nevezetők embernek, nem mindenki az. Tehát az, az ennek a négy személynek az összekerülése és, és, a története, ez nagyon izgalmas. Az is nagyon jó jelenet volt, amikor ugye Calbert és Stamets, ugye megint ebben a ilyen borostyán színű, vagy Rubin színű pizsamában. Tehát ez a teljesen ö, átlagos hétköznapi jelenlet, hogy ö, igen, ők most már megint egy pár és minden rendben van köztük, sőt, töki, hogy az Adira, ugye a tálnak a tudásával gyakorlatilag kialakított ezt a kontaktmentes, vagy hát sokkal kíméletesebb módszert, hogy csatlakozzon a spóra meghajtóhoz. Nyilván, hogy ő neki megvan a tudása, hiszen ő ebben a korban élt, ugye a tál, tehát ő neki van, biztos, hogy van műszaki tudása is ehhez. Egyébként az, hogy valaki ül a gépházban és legózik. Azt mondtuk, nem ütesztetek a TNG-nek az epizódja, amikor így nagyon az elején a még legjobb ilyen... legjobb TNG ilyen... epizód. A déta ott felgyorsítva. A naked Now, azt hiszem, igen ott a Wesley is ö, átveszi az uralmat, meg ott a, főgép a főgépész legózik, a Déta nagy gyorsan cserélgett, ott az izolináris csipeket. Egyébként felelthetetlen epizód nyilvánvalóan TNG elejéről, de hát lehet, hogy ilyen kikacsintás is van benne, mint hogy itt volt ez a Barion söprő mező, vagy nem is tudom, amivel végig söplik a hajót, ilyen tisztító. Tudjátok, a TNG-ben is volt egy epizód, amiben a Tim Russ szerepelt pont, mint ilyen kalóz, aki elfoglalta a hajót, és a Pikár kapitány meg azt hiszem ilyen fodrásznak adta ki magát, hogy á, ő csak a izért volt Stewart, és akkor próbálta visszaszerezni a hajót, mert ugye kiürítik a csillaghajókat, néha kitisztítják ezzel a Barion söpréssel. Meg volt még egy Deep Space utolás, önzáró reteszeket akart a Giorgio beszerezni, ugye azzal az álcával érkeztek oda le a, erre az industriális területre, ahol egyébként hát zárójelben ott volt bizony Mary Weisman férje, aki ezt a RIN nevű androidjét alakítja, akinek az antenáit hát levették, azt nem egészen értettem, hogy ő vette le magának, vagy, vagy eltávolították? Nem, azt eltávolították amikor... neki, mert ő egy lázadást szított a smaragd láncon belül, és ez volt az ő büntetése, de a Ready is elmondták, hogy hát az nő, nem? Ilyenkor... Hát, ezt nem tudom, minden esetre meglepődtem, hogy ő túléli, és aztán a gyengékedőn ott van. Azért azon, az jó poén lett volna, ha, ha a téli pont, akkor lemegy a gyengékedőre, mondjuk a gráncs megkarmolja nagyon durván, és le kell menni a gyengékedőre is. Hát a, a férje által alakított rín is ott van a gyengékedőn. <laughs> Ez jó kis poén lett volna, nyilván ezt nem használták ki. Még ugye itt a, a például a menekültek emlékeztek, hogy... Teljesen más, hogy kinéző hajó volt, amiben elvételjük eket, ilyen nagy sárga valami, vagy narancs Mint <laughs> nekem, ugye, ha már bukhajó, ilyen Transformers, akkor ez a sárga hajó, ez inkább olyan volt, mint tudjátok, az űrdongó, ugye, Bumblebee. <laughs> iskolabusz. is iskolabusz az űrben, igen. Hát volt még itt egy börnem és buker egymásra találás idézőjelben, mert azért erre azért lehetett számítani szerintem. Annak a csóknak el kellett csattannia valamikor, és én nem is voltam különösebben meglepve, hogy ez megtörtént. Jó, hogy megtörtént, mert ugye ennek be kell következni, ezt mindannyian sejtettük. George is megmondta, hogy mi itt a helyzet, és azért neki igaza van általában, de nem éreztem olyan nagyon nagy felszabadulást, tehát nem olyasmi ez a kapcsolat, mint mondjuk a Tom és a Belana között, ami van, annak én mindig nagyon örülök, amikor újra nézem. Sajnos a Burnham egy tragikus karakter, már nem arra célzok, hogy tragikusan írták meg az írók, hanem a sorsa olyan, hogy ezek a szerelmek is általában tragikusak, és én félek egy kicsit, hogy mi lesz itt, ugye gondoljunk itt a Tylerrel történtekre is, de egyébként szép pár ők ketten, csak egész egyszerűen olyan a, ennek a sorozatnak a szerkezete, hogy mindenki ide-oda megy, kapkodás van, gyorsan pörögnek az események, nem annyira domborodik ki egy ilyen szerelemnek a jelentősége szerintem. Főleg, hogy azt az egy évet, hát ilyen montásban néztük végig tulajdonképpen, és csak a bőrnemet láttuk, nem annyira átélhető. Persze ettől még lehet neki esélyt adni, lehet, hogy a továbbiakban elmélyíthető, vagy, vagy jobbá tehető, de nem működnek szerintem ezek úgy, mint egy évadonként 26 epizóddal operáló ö, sorozatban, úgyhogy ez bennem még azért annyira nem hagyott mély nyomot. Hát a Kelvin filmben sem hagyott mély nyomot bennem, például a Spocknak meg az Uhurának a csettintésre történő összejövetele. Kb. ugyanilyennek érzem ezt a dolgot is, hangsúlyozom még egyszer, hogy a színészekkel semmi baj, és tök jól csinálják, és jól néznek ki együtt, de ez a körülményeknek a, az áldozatai. Bár a Discovery azért most letisztultabb és kevesebb történetszál van, sokkal lineárisabb, még epizódikus tartalom is van mindig, de azért ez mégiscsak egy 10 órás mozifilm, vagy 10 akárhány órás feature, mindig ezt hangsúlyozzák a készítők is, látványban is erről van szó, tehát most a Ready room a legapróbb kis Bogarat is láthatjuk, hogy hogyan készítik el CGI-jal, és a bogárnak a talpa alatt lévő szört is elmagyarázzák nekünk, hogy az is nagyon fontos, hogy le legyen modellezve, mert ha az nincs lemodellezve, akkor bizony nem érezzük valóságosnak az egészet. És én ezt a megszállottságot szeretem igazából. Nyilván itt többen elmondják majd, hogy a filmkészítőknek, különböző ilyen kellékeseknek, akkor a VFX-eseknek, a színészeknek az a dolga, amit csinálnak. Én viszont mindig kitörő lelkesedéssel fogadom ezt az egészet, ahogy összeáll egy ilyen produkció a különböző részegységeknek a területéből, és felfedezhető az egyes embereknek a keze nyoma, hát akkor természetesen, hogyha valaki nyomon követi ezeket a behind the scenes jeleneteket, illetve extrákat, akkor, akkor lehet, hogy erre fel lehet figyelni. Én nekem ez különösképpen egy hobbim, illetve heppem, hogy ezekre odafigyelek. Úgyhogy nekem így ez a Discovery produkció egy az egyben nagyon szimpatikus. Ahogy mondtam itt a műsor közben is, a Discovery rohamléptekkel fejlődik, tehát látványosan jobb a második évad, mint az első, és szerintem most a harmadik évad is látványosan jobb, mint a második, és nem nagyon tud megtörni ez a lendület, úgyhogy nekem ez a hatodik epizód is teljes mértékben elnyerte a tetszésemet. Nagyjából egyetértek veled azzal, hogy tényleg a harmadik évad is határozott fejlődés mutat, akár csak a második. Ez tényleg egy jó epizód volt, tényleg látjuk, hogy most már itt a Discovery tényleg maga a is, meg Venszadmirá is azért komolyan veszi, hogy igen, egy olyan hajó, amire ilyen sürgősségi beavatkozás kell, akkor tényleg lehet használni. Most volt lehetőség arra, hogy tényleg megújítsák a felszereléseket, hogy tényleg, hogy nem, most nem úgymond visszatérvezzük mondjuk a TOSZ korszakba lévő kellékeket, mai igények szerint, hanem hogy nem most, akkor most megint tudunk egy, egy jövőbe ugrani, és gyakorlatilag itt is csak a, a képzelet szabhatát annak, hogy most milyen ö, új jövőbeli technológiákat találunk ki, majd lehet, hogy 30 év múlva egy kisgyerek, aki most megnézi ezt a Discovery-t, vagy egy tínédzser, ar arra fog gondolni, hogy na, akkor én már pedig mérnök leszek, és akkor én ezeket a cuccokat, amiket láttam, megvalósítom már most a 21. században is. Szinte azt mondom, hogy szinte már természetes, mert hozzászokottunk. Nekem tetszett ez a Georgianak ez a belső vívódás, hogy tényleg megmutatta, hogy azért -e a terránok is valamilyen szinten emberek. Tényleg ez a ócskavas telepen, ami történt, ez is szerintem egy logikus jó történet, hogy tényleg mutassa, hogy itt továbbra is a, ez a galaxis, ez sajnos nem az a utopisztikus hely, mint ami ennek a föderációban elképzeltük, vagy, vagy létezett, hogy sajnos nagyot zuhant az egész galaxis és még mindig azt mondom, hogy itt ez az, az én ilyen összeesküvés, vagy ilyen nem természetes magyarázatomra még továbbra is azt mondom, hogy nagy esélyt adok. Az, hogy most mi lesz Bönhemmel, hogy tényleg ő ilyen továbbra is ilyen belső kívülálló marad, aki a saját feje után megy, ez szerintem továbbra is ez maradni fog valószínűleg ilyen fő, egyfajta fő ellenségként, fő riválisként ez az Orion, Orion Andorian szindi, ö, hát nem tudom másképpen mondani, majd kihavítanak úgyis, hogy mi a pontos neve. Ez lesz továbbra is ezzel nagyon sokszor, itt még azt hiszem meggyűlik majd a baja a Föderációnak, csillagfottának, lehet, hogy még akár negyedik évadba is, még nem tudhatjuk. De azt mondom, most erre ez tényleg ez egy 21. századi Star Trek, és azt mondom, hogy így tovább. Várom a következő epizódot. Tényleg folyamatosabb, folytonosabb a történetnek a folyása. Minden epizód hordoz egy új helyszínt, egy új problémát, egy-egy karakternek a, a fejlődését. Nagyon jól párosultak most a karakterek egymással, olyan értemben, hogy igen, végre most bőrnemről már végleg kiderült, hogy nem tud alkalmazkodni, nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amiknek mint első tiszt meg kéne felelnie, tehát egy másik út kell egyelőre a Discoveryn belül, tehát egy szarú, hát egy lépés hátra ez megtörtént. Tilly ennek csendes szemlője volt, de nagyon helyesen cselekedett, és nagyon aranyos volt ugye az óriási Maine Coon cicával, akinek én több szerepet is szántam volna akár az epizódban, Egyébként ez a macska amivel hát ugye a, a cica föl volt szerelve, hogy őt megtalálhassák, most pont fordítva működött, és aranyosan nyávogott, amikor ugye a bukert így jelezte, tehát bemért ott az a scavenger ö, ilyen roncstelepen. A helyszín az nagyon tetszett. A, az ott lévő ö, új karakterek, akik nyilván valószínűleg epizódra ö, jöttek csak, de jó volt bemutatva azt, hogy a... a föderáció nélküli világ az így működik, és nagyon komoly kizsákmányolás van. Tehát látjuk, hogy a föderációnak az a jótékony hatás, amivel fölépít egy alaprendszert, egy értéket, és néha ugye ilyen mátfélék meg hasonló emberkék azt mondják, hogy hát a föderáció lenyomja a saját értékrendjét és rákényszeríti, de ugyanakkor egy úgymond egy alapbékét, úgymond egy, egy konform, hát, hogy mondjam, egy, még egy, relatíve közömbös, de béketeli és lehetőségeteli környezet biztosít. Tehát ahol nem kell félned, ez a legfontosabb. Ahol ugye van egy akár egy, mint rendfenntartó erő és a csillagflotta is ott van, itt nincs itt a csillagflotta, itt, itt kell erőszakosan beavatkozni, és erre a bőrnem és a, a, a Georgiú alkalmasabb volt, mint akár mondjuk megjelent volna a Saru és a Tilli. Tehát ők ott, ott a vadnyugati kocsmában, ott, ott ők helyre tudták tenni, de ott is inkább a Georgiú segítségével még mindig azért látjuk, hogy egy olcsó ilyen, ilyen kutyaként, vagy hát nem is tudom, vadászkutyaként vetik be, hogy amikor kell ilyen nagyon kemény föllépés, ezért volt jó, hogy őnek is egy, egy, egy új aspektus jelent meg a személyiségében, fejlesztik tovább őt is. Adira, Gray, Stemetsz és Kalber, még ha nem is voltak még most teljesen együtt mind a négyen, egy olyan kis hát mini-familiát alkotnak majd, Akiknek lesz mit megosztani egymással, azok különleges élmények és tulajdonságok hatására. Jó, hogy ezt is itt továbbfejlesztették. A legénység pedig és a hajó pedig meg egy teljesen új korszak felé. Itt már nincs visszaút. Ez a hajó már nem mehet vissza a XXI. századba, pláne ezzel a, a technológiával. Tehát így van, megyünk egyenesen előre méghozzá a Unification 3 című epizód felé, amitől tartok egy picit, hogy vajon hát a TNG nekem a leges, hát magasan értékelt epizódok között van a Unification 1-2, ugye Spock, Romulus, Újraegyesülés, Picard és Déta, Romulának álcázva a Romuluson, tehát nem tudom, hogy köze lehet-e ehhez, valószínűleg lesz, de akkor reméljük, hogy nagyon ötletesen hozzák ki ebből az epizódból ezt a vonatkozást a készítők. Hát én talán még a Doug Jones-t kiemelném. Az az arc, amit a maszk mögül, illetve az a teljesítmény, amit folyamatosan a Discovery-ben csinál, azt szerintem elképesztő, hogy hogyan tudja önmagát beletenni a karakterbe, és hogyan tudja ennyire jól megformálni ezt a szereplőt. Iszonyatosan jó, amit a Doug Jones csinál ebben a sorozatban. És akkor, ahogy Dave mondta, Unification 3... Ezt fogjuk a jövő héten megnézni, tartsatok akkor is velünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!